hetedik mérkőzésére készült februárban a Balatonfüredi KSE, amely kiválóan kezdte az évet, hiszen mind a hat meccsét öt bajnok és egy kupa megnyerte. A Cegléd már nem örvendett ilyen remek formának, mind a két 2021-ben vívott találkozóján alul maradt a csapat. Az erőviszonyok és az együttesek állapota rögtön az összecsapás elején kiütközött, bár a nyitott védekezéssel operáló kékmezes ceglédiek eleinte tartották a lépést. A folytatásban a BKS egy gyorsan elhúzott vetétársától. A Fürediek jól védekeztek, könnyű gólokat szereztek. A 12. percben 3-10 állt az eredményjelzőn. Nem csoda, hogy a Ceglédiek edzője Nagy Károly elérkezettnek látta az időt egy rövid tanácskozásra. A folytatásban Bősz hetest védett, majd a következő büntetőt sem tudták értékesíteni a hazaiak. Szőlős és Varga növelte tovább a különbséget, 3-12. A fél idő közepén a Ceglédiek kicsit magukra találtak támadásban, azonban ez nem veszélyeztette a balatonpartiak biztos vezetését. Szőlősi Balázs szerezte a Fürediek 20. találatát. A fél idő utolsó percének elején 9-el vezetett a BKS-e, ám a Dudaszójék Vránác kétszer is eredményes volt. Fordulás után a 36. percre újból 9-re nőtt a különbség, 16-25. Arra viszont még jó 10 percet kellett várni, hogy két számjegyű legyen a Balatonfürediek előnye. Csak az volt a kérdés, mennyivel nyer a BKS-e, a válasz pedig 9 találat lett. György László, a Fürediek mestere a végjátékban mindenkinek játék lehetőséget adott, nem forgott veszélyben a két pont sorsa. Összességében a nagyobb játékerőt képviselő BKS-ek könnyedén nyerte a találkozót a gyenge napot kifogó hazaiakkal szemben. Cegléd BKS-e 26-35.